Mihalovics Zsolt a Bogyiszlói Róma telepről indult. Ha ez nem lett volna számára elég kihívás, ott volt a nagyapja, aki akkor már országos hírű muzsikus volt, és aki nagyon sokat tett a helyi kultúra fenntartásáért. Zsolt számára hamar egyértelmű lett, mi az útja az életben. De erről már meséljen ő maga. Ha most visszanézed az életedet, mennyire volt az utat kikövezve? Hát, hogy kikövezve, azt nem gondolom, de volt egy kitaposott út előttem. Ugye, mire gondolok, itt a zenére gondolok. Ez azért a családi ágoni zenész családba születtem, és azért a néhai nagypapám Orsós Kis János, aki azért tudjuk, hogy egy nagyon ismert, prímás zenekarvezető volt, népművészetmestere címmel. Ő vezetésével a zenekar azért nagyon ismerté vált országosan, sőt azon túl is, a népzene világában, és egyébként a másik zenei világban is, de főleg az autentikus népzene játszásában. És az ő elért eredményeik alapján, mint zenész családba születendő unoka, egy út volt, hogy ez kikövezett volt-e, és mennyire, ez jó kérdés, de volt egy út, amire ráléphettem. Nagyon szerencsés voltam, mert az 8-9 éves, amikor velem elkezdett foglalkozni, én együtt léphettem vele oda, és nem csak úgy tanított, és majd amikor már nem volt közöttünk, akkor én itt átvettem, hanem folyamatában volt ennek a dolognak így a szépsége, és ezáltal sokat tapasztaltam, és láttam ezt az utat, ezt a kikövezett utat, amit ők elértek. De a kérdésedre visszatérve, a kikövezett út azért nagyon nehéz, mert ha van egy út, és arról eltűnik az a személy, aki mondjuk ennek a szerepét betöltötte, vagy azok az elődök, és ha én ott akarok tovább közlekedni, és az szép legyen, akkor már én vagyok ott, és ezen méltón közlekedni nem egyszerű. Volt olyan pillanat az életedben, amikor azt gondoltad, hogy jó-jó, hogy van a zene, de azért lehet, hogy meg kéne próbálni valami mást? Hát én meg is próbáltam. Tehát azért volt ilyen, én eléggé kitekingettem, elég ilyen kaliberű ilyen személyiség vagyok, hogy csak nem sem én az autószerelői szakmát is elvégeztem, sőt dolgoztam is benne. Tehát azért dolgoztam autószerelőként, csak az olaj is a zene nem jött össze. Tehát ezt elhagytam. Tehát rendesen elvégeztem érettségi után a 2 éves ipari iskolát. Aztán volt egy boltot is nyitottam kint a telepen, a cigánytelepen. Azt is műveltem, de azt visszahúzott a lelkem folyamatosan, amit én elejétől kezdtem volna a zene környékére. És hogy más? Azért az, hogy tanárkodom. Tehát én ugyanaz nem vagyok profi zenész, hogy én csak ebből élek meg, hanem mellette van egy tisztességes munkahelyem, szakmám, tanárként dolgozom, ugye.
és a kitekintés az ennyire történt meg, de hát azért a tanárságban is a zene ott van, hiszen én egy zene népzene tanár vagyok. Hát úgy más, igazán nem. Tehát én azt gondoltam, hogy nekem ez az jövőm is, ez az utam. Tehát a lelkem az ide kötött. Mennyire volt nehéz az életed a bogyiszlói telepről elindulva? Meg kellett ezzel küzdened? Természetesen. Igen. De ez nagyon nem egyszerű dolog cigány emberként, mellette magyar emberként, ezt mindig hangosítom. Az identitás tudatom kettős természetesen. Ki is mondta a cigány telepről, tehát eleven már a környezet is olyan, hogy mi nem együtt, integráltan, hanem igenis külön, szegregáltan éltünk kint. Azt mondom, éltünk, mert most ahol vagyunk, ugye ez már bent van a faluban, ez a lakásom, amit most már közel 20 éve megvásároltam, és aztán itt élek bent a jelenlegi családommal, de szüleim mai napig is, a rokonaim kint élnek, testvérem is. És hát onnét azért elindulni nagyon nehéz. Hát csak egy példát mondok, mi külön jártunk óvodába. Én tudom, mi az, hogy szegregáltam, én tudom azt, hogy külön szegregáltan oktatásban részt vennünk. Amikor bejöttünk az iskolába óvoda után, és azt mondja, hogy hát nem csak mi vagyunk itt 89-en cigány gyerekek ebben a korosztályban, hanem hát itt van még rajtunk kívül 20-25 és ugyan idősek, mint mi. És itt találkoztunk elsőnek. Tehát én még ott végeztem, előtte iskola is volt kint egyébként, de az már megszűnt korábban, de én még az óvodát ott végeztem el, és így jöttem be az iskolába. Teljesen új környezet, teljesen új kapcsolatok, és ezen túl is, hogy hova vihet el a sors, vagy milyen lehetőségeid lesznek, sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb, mert mi visszük magunkkal ezt, amit én büszkén vállalok. Tehát nehogy félejés, én ezt büszkén vállalom, meg kell is vállalni. De azért ez nem igazán mondjuk, hogy sokszor előny, hanem lehet belőle, mondhatom aztán egy kicsit előny kovácsolni, de nagyon sok dolgot le kell rakni az asztalra, hogy azt mondják, hogy hát ez tényleg érték, ez a kulturális örökség, a más kultúrának a megjelenése, abban van valami olyan plusz, ami jó lehet mondjuk a többségi társadalomnak is, és hogy azzal ötvözve ebből lehet tényleg egy értéket közvetíteni mások számára is. És a kitörési pont pedig nekem annyiban volt talán könnyebb, vagy az akkori életünkben, hogy az én szüleim tisztességesen tudtak dolgozni. Igaz, hogy ez gyár volt, az apukám Spakson dolgozott, de olyan jövedelemmel voltunk mi családilag, hogy én el tudtam menni tanulni középiskolába Pécsre, és nem úgy, hogy most kérünk segélyt, kérünk ösztöndíjakat, kitanítottak. Tehát ők voltak a támaszaim ebben. De az esélyegyenlőség az nagyon nehéz. Mert az, hogy most együtt tudjunk tanulni bárhol, és az, hogy esélyegyenlőség vagy az, hogy mindenki jöhet, tanulhatsz. Ha nincs hozzá ez a plusz, amit úgy mondjuk talán, hogy méltányosság, amikor kell egy kis segítség annak a gyereknek, még amellett mehetek én tanulni, de miből, hogyan, hogy teszem meg. Ért hátrányos megkülönböztetés? Igen. Sajnos igen, többször is ért már ilyen, főleg abban az időszakban, amikor tanultam. Én mentem az utcán, akkor nyúltam mindjárt jó, mondjuk ez a nem cigányokra is jellemző volt abban az időszakban, de ránk kivált kép, hogyha én mentem, akkor már nyúltam a zsebembe, és tudtam, hogy igazoltatni fognak, és abban az időben beírták az igazolványba, hogy hol tanulunk, és akkor nézték, hogy Kodály Zoltán, hát hogy mi? Hát mondom, igen, ott tanulok. Hát. Tehát még csodaszámba volt, hát abban a gimnázium egyedül voltam abban az időben, és egyébként cigány tanuló, tehát ezért magam fajtát úgy mondjam nem találtam mellettem még. És ezek mellett még a társadalomban a különböző helyszíneken is voltak olyanok, amikor a cigánságom miatt elítéltek, vagy hogy mondjam így, hogy kikezdtek az emberrel. Megerősödtél ebben? Azt gondolom, igen. Én megtudtam, de nagyon sok ember nem tud. Én ebben megerősödtem, igen, ez jó. Megerősödtem benne, mert ezekből a tapasztalatokból, ezekből a szituációkból én merítettem, és egyre erősebb lettem lelkileg, és akkor is megmutatom és pedzítom, de nagyon sok sorstársam föladta, pont ezért. Úgyhogy nem egyszerű dolog. Minta vagy ma a telepen? Hát, hogy én mondjam magamról, hogy minta vagyok, ez olyan érdekes, de én remélem, hogy,
hogy nagyon sok ember szemében az vagyok, hogy ha más, nem csak annyiban, hogy elérhető ez a dolog, ahol én most esetleg tevékenykedem, ahol dolgozom, amilyen helyszíneken megjelenek és képviselem cigányságomat, magyarságomat, falut, országot. És én nagyon bízom benne, hogy igenis minta vagyok. Hát azért ott állok a gyerekek előtt nap, mint nap. Én azt mondtam, a pedagógiai pályafutásomban nekem az én tanításom, a minősítés, a tükörképe az a gyerek. És a gyereknél látom azt, hogy csillog a szemem. És az a gyerek őszinte hazamegy. Ő megmondja az apunak, anyának, bárkinek, hogy hát velem ez történt, és cigány nem cigánynál. Tehát én azt gondolom, hogy mind a két területen is lehetek valami olyan példa, ami esetleg követendő lehet, és hát bízom benne, hogy a cigányságnál is ez fokozottan megjelenik, mert kell. Tehát nekem nem volt ilyen mintám. Nekünk nem nagypapa volt. Nagypapa se? Hát a nagypapa az a zenében volt minta. De azért az, hogy mi ebből a munkás társadalomból, a proletár, ahogy mondjuk, tudjad, annyit prolik voltunk, hogy mondják, dolgoztak, tudod, és hogy az értelmiség felé válhattam, és válhattunk többen, azért ezt a mintát mi hoztuk. Tehát ilyen nem volt előttünk. Az érettségik, a főiskolák, az egyetemek, és nekünk nem volt ebben mint, hogy hát ezt meg lehet csinálni, hanem mi ezt megcsináltuk, vagy én ezt megcsináltam. Mondod a gyerekeknek, elsősorban a cigány gyerekeknek, hogy igen, nézzél meg, és gyere csináld, mert hogy megvan benned a lehetőség? Igen. Én nagyon sokszor említem nekik, és azért, mivel integrált oktatás van, természetesen, hogy mondtam az elején, mi úgy voltunk, és azért már ez, hála jó Istennek, hogy ez nagyon régen megszűnt, és már integrált oktatás van, egy iskola, egy óvoda, stb. Én az osztály előtt mondom, hogy igenis, honnan vagyok, nagyon sokszor mondom, mit tettem, és ez követendő példa lehet. És természetesen azért, ha azt nézzük, akkor a cigányságban lévő gyerekeknek is külön szoktam még ráerősíteni, mert vannak olyan szituációk, amikor szinte csak ők vesznek körül engem. Ez lehet egy szakkör, vagy az iskoloktatáson kívül van egy tanoda, ahol szintén tevékenykedem, és ott azért 70-80% a cigány gyerek, és ott azért mindig hozom ezeket a példákat, lehetőségeket, és hogy ezzel élni kell, de meg kell mutatni, szorgalom kell hozzá, és meg kell mutatni, és most már mit vagyunk segítségként. Odafigyelnek rád a gyerekek? Amikor ilyenekről beszélsz? Én azt gondolom, igen. Igen. És nekem akkor azt tetszik, hogy nálam van cigány népismeret, oktatás általános iskolában. Természetesen, ha valaki szeretné, akkor azt beléphet ebbe az oktatásban, akkor nem tele, ezt el lehet dönteni. És minősítés az, hogy kiválóan meg teljesített nálam mindenkinek, tehát itt nincs az, hogy adunk különböző más, mert ha már ott van, a kiválóan teljesített, hogy bejut hozzám a nem cigány gyerek is. És például ott, amikor ezeket mondom, akkor én azt gondolom, hogy ilyen is figyelnek rá. Amikor te elkezdtél a nagypapa mellett zenélni, akkor a falu, azt gondolod, hogy a falu látta benned a leendő bogyiszlói zenekar vezetőjét? Hát szerintem a folytatást látták. Hogy most abból én mit, hogy növök ki vagy, hogy nem, azért nagyon pici gyerek volt. Tehát engem már 10-11 évesen bepakolt a zenekarba a papa. Tehát én tényleg olyan pici voltam. És utána azért a gimnázium, stb. Én szerintem ott már elindult azért egy olyan gondolat itt több embernek, hogy hát mert mellette volt egy kis zenekar, ott már ezt én vezettem. És akkor ebből látták, hogy azért én veszem át, ugyanúgy a vezető szerepet vettem át, a primás szerepet vettem át. És aztán ez így átöröklődött teljesen. Én már utána külön is jártam zenekarról, már látták, hogy én egy ilyen vezérebb személyiség lettem. És ezt követően pedig ugye a bojzó zenekar is a papa mellett már úgy nagyon megerősített. Én szinte erős támogattam, őt erősítettem. És ha ilyen kis szervezés, hogy bármi kellett, akkor már én segítettem ebbe. És így folyamatában szerintem aztán ez így tudatosult az emberekbe. Ezt akartam kérdezni, megvan a pillanat a fejedben, amikor úgy rádöbbentél, hogy neked valami olyat kell továbbvinni, ami nem arról szól, vagy nem csak arról szól, hogy bogyiszlón zenélgetünk? Nekem ez a gim egy kicsit későn érő típus volt, ugye el voltam a világban, éldegéltem, el voltam, bulisztunk, stb. És ilyen gimnazista harmadikos koromban, ma úgy mondják, hogy 11-es. Én akkor úgy ráébredtem, hogy mit jelent ez a hangszer, hogy fogom. És hogy ezzel én mit képviselek, és hogy ez micsoda érték, és milyen szépség. Addig csak úgy el voltam, muzsikálgattam,
jó volt, néha nem volt jó, jaj, már miért nem mehetem most focizni, miért nem? Tehát nekem is így a gyerekkoromat így éltem át, és akkor olyan villanás, amit most mondasz, igen, akkor történt, amikor azt gondoltam, hogy na most ez más. Na most nekem ezt csinálnom kell, átvenni szerepet, segíteni, ahogy mondtam a nagypapámat, tehát hogy most már mellette ott vagyok, és támaszként is ott vagyok, ugye ott is azért lassan az idősebbek elmentek mellőle, papa is utána. Tehát, hogy ott igen, ott éreztem azt, hogy ennek kulcskérdése van a számomra, és igazából, hogy mondhatom, mások számára is. Mert ha ezt nem csinálom, akkor azért ma itt nem tudom, kivel beszélgetnél arról, hogy mondjuk van-e bogyiszlói muzsika, bogyiszlói népzene. Van egyébként? Hát amire azt mondod, hogy ez bogyiszlói muzsika és hát bogyiszlói? Természetesen, hát hogyne. Sőt, természetesen. Hát én ezt képviselem, kőkemény ezt képviselem. Ennek a hangzásvilágát, ízvilágát. Tehát én nekem ez a lelkemben a legfontosabb dolog. Hát egy adatközlő elődöm volt, aki szintén mondhatom, hogy én is azt képviselem, az adatközlést. Hiszen ennek a tájegységnek a muzsikáját közvetítem mindenhol. Akárhova megyek. Játszunk már zenéket is, de azért ezt mi odarakjuk, úgy, ahogy én ezt belenőttem. Tehát én azért én, ez nem mindegy, hogy egy iskolába tanuljuk meg, tanítom meg, nagyon fontos. De hát én ebben nőttem bele. Ez egy óriási előny volt nekem. Amikor leállsz muzsikát tanítani, akkor egyrészt megtanítod azt, amit mindenkinek meg kell tudni tanulni, és utána azt mondod, hogy na jó, akkor megmutatom, mi az, hogy mi ebből a bogyiszló? Igen, tehát pontosan, tehát van egy dal, amit mondjuk több helyen is játszanak, eljátszom én is azt, az akár lehet egy ilyen, egy általános dunántúli népdal is lehetne, és akkor természetesen megmutatom, mitől bogyiszlói az, mitől úgy hangzik, ahogy ennek nincs jobb szó rá, mi az ízvilága. A hangzás, aztán ugye a zenekar más, de maga mondjuk a hegedű játékának is. És erre én erre fektetem a legnagyobb hangsúlyt. Én, mint népzenész, mert ugye népzené végzettségem is van, a sok tájegységnek a zenéjét hallgatom, ismerem. De nagyon meg lehet hallani, hogyha valaki most játszik, legyen az egy mezőségi, de ha mondjuk nem onnan származik, hanem játszik. Meghallom a mezőségit, ha játszik. Tehát, hogy ez ugyanúgy, vagy legyen ez egy szatmári, legyen bármilyen tárgy. És a bogyiszló is ugyanez van. Tehát azért, hogyha én megfogom azt a hangszert, vagy aki nálam tanul megfogja a hangszert, ezt szoktam mondani, akkor azt eljátszanak, azt tudják azt, hogy ez dunántúli. Ennek ott az ízvilág is lehet fémelezni, és le kitől tanultad. Úgyhogy igen, ez fontos, és hogy ez úgy szóljon, ahogy kell. Erre nagy hangsúlyt fektetek. Mennyire érzed a súlyát annak, hogy a papa emlékét őrizni kell? Hát most mondhatom, hogy 25 éve ezt teszem. Nagyon. Én szerintem folyamatosan ezt teszem. Erre szerintem a papa se számíthatott volna, hogy ezt így fogom tenni. Én akárhova megyek, én tényleg említem, és folyamatosan belőlük táplálkozok mai napig is. Talán a legjobb példa arra, ha most így beszélgettünk, hogy 3 hét múlva egy újra egy olyan, mondhatom, országos műsort fogok én általam itt létrehozni, ami most már 5. alkalommal jelenik meg. Minden 5 évben egy ilyen nagyon volumenű emlékműsorra van a papám, a férjem, ez Ósok és János emléknap emlékes, és azért a bogyiszlói zenekarnak a tagja is visszaemlékező, mert most már sajnos az elejében még voltak mellette, most már meghalt mindenki. És most például pont szeptember 3-án, ha lehet ezt kimondani, ilyenre fogok készülni, ilyenre készül a község, ahol nem más az emlékét őrizve és őt méltatva újra az Esélyházi gazdáják, hogy mindig jött, és az egyik legnagyobb gyűjtő volt Bogyiszlón, és a majdnapi szeptember egyik legnagyobb név a kutatásban az én számomra, Sebő Ferenc. Csak hogy mondjam, újra itt lesz, őt vezeti le mindig a műsort, ez est házigazdája, és hát rengeteg ismert zenészt hívtam már ide, akik valamikor is, ma is a bogyiszlói zenéből is táplálkoznak. Muzsikás, Szalonda bandája, Csíkzenekar, Dűvő, tehát mondhatnám a többi híresebb zenekarokat is, és most is majd merítünk egy-két zenekar, hogy jöjjenek hozzánk, és együtt majd a gála műsorban emlékezzünk az öregekre, és emlékezzünk nagypapámra. A bogyiszlói kultúra egy elfogadott kultúra, és ismert is szerte az országban. Ebben, ennek a fenntartásában és működtetésében mekkora szereped van ma?
mert hogy átalakul egy csomó minden körülöttetek. Hát nagyon nagy, óriási szerepem van, és energiám. Nagyon kemény. Tehát én most a zenésztársai mondhatnák, hogy szokták, hogy ha én nem vagyok, akkor már lehet, hogy tehát amit én ebbe bele rakok energiámat, és minden, hát mondhatom a kapcsolatrendszeremet, tudásomat, ismeretemet. Azt is mondtam már, hogy nekem a Bogyiszló is itt élek, nekem ez a muzsika helyszíne. Nekem ez jelenti legfőképp. Tehát én egy olyan csodába vagyok, nekem csoda. És ezt is próbálom közvetíteni másoknak, azt a csodát odaadni, átadni, hogy azért ilyen kincsen rendelkező települések vannak, de ilyen-milyen, ahogy nálunk, ez egyedi. Tehát ezek azért egyedi dolgok, hogy ennyire ismert dallamok vannak országszerte, és totálra Bogyiszlóhoz lehet kötni. És én ezt ilyen hát, hivatásnak is érzem az én részemről, ilyen missziónak mondhatom azt, hogy igenis ezeket a műsorokat én meg tudjam oldani, én itt megmutassam országvilágnak, hogy van, hogy vagyunk, és hogy ez miért jó, hogy van nekem, de milyen jó, hogy van akárkinek, aki oda jön. Mert ez mindenkiért. Tehát az érték átadás az akkor működik, hogyha az értéknek van fogadója. És ha ezt úgy tudom közvetíteni, hogy ezt be is fogadják, akkor működik. És talán fog is működni. Tehát nagyon fontos nekem, nagy szerepem van ebben, óriási szerepem van. És amíg az erőm engedi, és egészségem, akkor ezt teszem. De hát most voltam 25 év. Hát 25 éve nincs papa. Tehát azért ez komoly. Komoly. Ez már azért negyed évszázad, hogy... Szerencséd van a tekintetben, hogy hát picit túlzásként, de aki Bogyiszlón megszületik, annak előbb-utóbb részt kell venni a néptánc együttes működésében, és ez generációk óta így van. Hát hogy abból van, úgy gondolod, hogy van tánccsoport is, és hogy működünk velük együtt, mert velük is természetesen. Hogyne? Hát azért ez jó, ez így azért kerekebb. Hogy mondjuk van biztosra a népzené anyagot esetleg színpadon valakiknek közvetíteni, mert hogy van itt a táncegyüttes. Ebből a szemszögből igen, de mindenhol átalakulások vannak. Tehát most talán megjön egy kis ilyen lendület az egésznek a gyerekek körében, hogy újra elindul jobban, vagy a feldőtteknél is, de van, amikor így lecsapódik, van, amikor kicsit erősebb. Azért megjelentek a különböző pályázatok, amik most segítették a táncegyütteseket, minket, zenekart is, a Csórit kimondhatom szerintem, mert nekünk nagyon fontos volt, hogy folyamatosan tudtunk ebben a Csóri pályázatban is megjelenni, és anyagiakban támogatnunk, akár húrokkal, hangszerek vásárlása, stb. És persze ez egy szerencsés dolog. Ez nagyon jó, hogy van kinek húzni, de az én szemszögemben az a jó, akkor most itt ülne előttem, és azt mondod, hogy van egy ilyen lehetőség, és eljönnél hozzám mondjuk a családhoz zenélni. Én a színpadon szeretek muzsikálni, de az emberek között, amikor az élő muzsika ott van, nekem az a lelki világomnak a legszebb dolga. Én azt nagyon szeretem. Tehát amikor én bemegyek, igenis azokba a kis rendezvényekbe, bulikba vagy bárhova. Tehát az, amikor tényleg ott a közösség, ez az interaktivitás teljesen együtt működik. A színpadon is úgy csináljuk természetesen, de én nagyon szeretem azt, amikor ott vagyok az emberek közelségében, és úgy muzsikálnak. Mi az, amit még szeretnél megcsinálni? Mostanában a zenekaron belül sajnos voltak tagoknál olyan, akik elhunytak. Nagyon magamra maradtam így, mert azt hittem, hogy már nem is tudom felállni, és aztán sikerült mindig magam mellé rakni embereket, illetve volt, hogy más zenekari tagokkal játszom. Amit nagyon szeretnék, hogy ez a zenekar, amíg én vagyok, és így erővel is kedvel teszem, addig az olyan legyen, amilyennek én azt elvárom. Tehát kiépíteni a zenekaromat úgy, hogy az megszólaljon. És amit szeretnék, az oktatások kívül, hogy példát és a gyerekek egyre többen legyenek, és legyenek még ilyen, ugyanmint tanárbácsik, vagy akárhol, mint én. Ez nagyon szép dolog, hisz ez egy nagyon felemelkedés a cigánságnak lehetősége. Azt átadni ezt a zenét fontos, mert ugye pont amiről beszélünk, ha én most ezt nem fogom, akkor itt nem tudom, hogy kivel lehetne beszélni a bogyiszlói muzsikáról. Lehet egy pesti táncház zenésszel is, azért ez nem ugyanaz. Nagyon fontosnak érzem, hogy akár a családomból, akár fiatalságból
azért legyen majd egy olyan követendő kis banda mögöttünk, akár együtt is, aztán majd külön, akik ezt tovább viszik. Ez azt gondolom, ez még nekem egy nagy elkötelezettségem is, egy ilyen akaratom, hogy megvalósítsam, ezt szeretném.